Köszöntök minden kedves nézőt, én Bereznai Dani vagyok, és ez most itt egy újabb F1 2020-as videó, ráadásul nem jelentkezem mással, mint a nagyon kedvelt karrier sorozatom 8. epizódjával, egy szűk, mégis nagyon gyors utcai pályáról, Bakuból. Ez a pálya az, ahol akciók tömkelegét szoktuk általában látni, szóval remélem, hogy ez a hétvége is hasonlóan izgalmas lesz, de még mielőtt bármilyen versenyzésbe belecsapnánk, teljesíteni kell a szabadedzés programokat, amikkel azokat a resource pointokat gyűjtjük össze, amik ugye az autók fejlesztésére felhasználhatók. Ezt az egész szabadedzés folyamatot szokás szerint egy kombinált, összemosott, ahogy teljesítem az összes programot, összevágott körrel látjátok, nem szeretem ezzel az időt húzni, viszont megragadnám a lehetőséget még így a videó elején, hogy újra beszéljek egy kicsit csatornám új fő támogatójáról, a Playcardról. Néhányszor említettem már ezt a nevet, de tudom, még nem érthetitek teljesen, hogy miről zagyválok itt nektek, mert sosem hallhattatok róluk. Most már rólunk, ugyanis a háttérben közösen dolgozunk azon, hogy a csatornám nézőinek fantasztikus nyereményei, meglepetései, kedvezményei legyenek. Szeptemberben sok mindenről lehull a lepel, addig is csak emészgessétek a nevet, mert sokatok életében kap majd jelentős szerepet. Az enyémben már mindenképpen azt kapta, ugyanis tényleg óriási az a technikai és akár anyagi támogatás, amit felém nyújtanak, és ezzel fenntarthatom a konzisztens videógyártást számotokra, ami ugye mindig ingyen nézhető. De hagyjuk is abba a PR szövegeket, ugyanis teljesítettük az utolsó valós kanyart a szabadedzésből. Itt még van hátra kettő, de ez minden körülmények között padlógáz. Láthattátok, hogy a qualifying az bizony nem sikerült, nem fog sikerülni, fél másodperccel a deltám alatt van, bárhogy nyomtam, de minden más program kiválóan sikerült. Hát nem akarok annyira aggódni, a versenyen osztják a pontokat, plusz azt hiszem az időmérőre itt egy erősebb motort fog belepakolni az autómba, a szabad edzésen már egy elég kopottat használtam, szóval ott majd azért nagyobb esélyünk lesz jó pozícióba kerülni, de pályán is egyszerű az előzés, szóval nem vészes az időjárás, így szombaton is pont ugyanolyan, kis napsütés, néhány felhő pamacs az égen, én bent ülök a garázsban, semmifajta technikai problémánk nincsen, és sisak le, hadd szóljon, megmutatom a leggyorsabb köröm nektek, a rázókő előtt fékezek egy picivel, érintem a csúcspontot, de nem megyek rá belül a rázókőre, és a külsőt is közreveszem, mert különben megdobná az autót. Egy késői csúcspont a kettes kanyarba, nagyon fontos ez a kigyorsítás, ez a pálya második leghosszabb padlógázas szakasza. Kinyitottuk a DRS-t, minden fel van csavarva, nyilván időmérőn ez fontos, 100 méter után fékezek egy picivel, most sem érintem a belső rázókövet, egy picit lecsúsztam a csúcspontról, de legalább kihasználtam a pálya minden centiméterét kívül, ugyanúgy, ahogy itt is, hihetetlen közel vannak a falak, ez egy óriási adrenalinrás. Ezzel vége az első szektornak, a második szektor eleje az egyik kedvenc része a pályámon, ezt a sikent is szépen össze kell fogni, és aztán jön ez a dupla jobbos kanyar, ahol a kijáraton újra közelek a falak. Bal oldalról átjövünk jobb oldalra, a versenynaptár legszűkebb részén megyünk át 100 km per óra feletti sebességgel, a hegy tetején kisüti a szemünket a nap, elvesztjük a hátsó stabilitást egy picit, de mi ügyesek vagyunk, és átjövünk erre a gyors részre is. Kettő padlógázas kanyar, aztán egy trükkös féktáv, trükkös rázókő, ami mindig el akarja repíteni az autónkat, de míg mi a fal előtt földet értünk, és megtaláltuk a tapadást, és ez egy lila második szektor, bárki bármit mond. Nagyon-nagyon jó ez a kör, már csak egy kanyart kellett bevenni, és azt is sikeresen abszolváltuk. Ez a rész, ahogy szabadedzésen is mondtam már, padlógáz, itt nem sokára jön a vonal, ahol kinyithatjuk a légellenállás csökkentő állítható hátsó szárnyat, és a célvonalig már csak gáz, 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 és ez az 1.36.805-ös köridő, ami mindjárt meglátjuk, hogy mire elég a harmadik pozícióra. Szóval konkrétan a játéknak a szimulációja olyan fantasztikus, hogy én nem tudtam teljesíteni a szabadedzés programokat, mármint az időmérő programot a szabadedzésen. Azt mondta, hogy mi nem fogunk top 10-be se kvalifikálni, aztán eljövünk az időmérőre, valóban cserélek egy motort. Azt nem számolja bele, hogy szabadedzésen nem adja bele minden csapat a maximumát, köztük én sem, és a harmadik helyen érek be. Nyilván ez nem jelent még rengeteg mindent a
versenyre nézve ugyanis sok-sok körön át kell centikre autóznunk a falaktól, könnyű előzni, azért a hátsó gumikopás viszonylag nagy, mivel ezekből a sok-sok derékszögű kanyarból a kigyorsítás az igen trükkös, mindössze 3 méterrel hosszabb a pálya, mint 6 kilométer, 20 kanyar és 2 darab DRS zóna található rajta. Közvetlen a tenger mellett vagyunk, valami 2 vagy 3 méterrel vagyunk mindössze a tengerszint felett, de például beállítások terén ez a pálya mégis igen trükkös, ugyanis a középső részén egy Monaco beállítást kéne alkalmazni, de a hosszú egyenesben, főleg az alacsony, nagyon sűrű levegőben a légellenállással rengeteget vesztünk, szóval egy igen nagy kompromisszumot kell vonni. A mezőny elén láthattuk a safety cart is, ez azért gyakran látogat ide, de mi most ne ezzel foglalkozunk, hanem azzal, hogy égnek a piros lámpák és kiaszanak mind, és elkapom a rajtot, és már mondanám, hogy remekül, de nem annyira jól. Leclerc és Hamilton is kicsit beragadt, de Sebastian Vettel a belső íven bemegy a csapattársa, és én mellém is. Kívül mindenkinek hagyok helyet, nem akarok megpörögni. Bottas is bejön mellém, és ott van Max Verstappen Red Bull-ja, aki a semmiből érkezett, és 2 embert is megelőzött, engem is, a finn versenyzőt. A harmadik helyről visszaesek a hatodik helyre. Egyelőre már Albon ellen is védekeznem kell, Bottas ott a bensíven, én kívül megpróbálom megtalálni a rést, és körbeautózom a Mercedes finn versenyzőjét, beszorult Verstappen mögé, és a közeli szélárnyékos helyzetben, a turbulens levegőjében a hollandnak nagyobb leszorító erőt is vesztett, mint én a külsőben, ahol bátrabban nagyobb tempót vihettem át, így hát feljöttem az ötödik helyre. Azt mondja Jeff, hogy jó volt a rajt, és most figyeljek a körülöttem lévő autózókra. Hát nem volt ez a jó ez rajt annyira, mert azért mégiscsak 2 pozíciót elvesztettünk. Hamilton vezeti a versenyt, Charles Leclerc a Ferrarival mögötte második, és Sebastian Vettel harmadik helyen követi őket. Még nem pörgött meg a német pilóta. Ez egészen fantasztikus. Én Verstappent üldözöm, látjátok, hogy az üzemanyaggal nem állok jól, de ez csak azért van így, mert a szabad edzés programokat általában Ridge-ben teljesítem, és ilyenkor azt hiszi, hogy az a valós üzemanyag fogyasztásom, miközben, főleg így a turbulens levegőben, főleg a középső szektorban, ahol nem annyira számít a motor erő, általában leveszem minimum standardba, de sokszor akár limbe is az autómat, és akkor nyerek üzemanyagot a prognosztizációhoz képest. Itt vagyok Verstappen szélárnyékában, nagyon-nagyon jó a végsebességem, nem is nagyon kellett overtake-et nyomnom, már az egyenesbe ki fogom kerülni a holland versenyzőt, aki elég későn sorol be mögém, és még talán visszanéz egy picit a belső ívre, de megvan a pozíció féktávon, enyém az ideális ív. Visszajövünk a negyedik helyre, már csak Vettelt kell megelőznünk ahhoz, hogy a rajt helyünket visszaszerezzünk, és elmondhassuk magunkról, hogy legalább nem vesztettünk, de természetesen nekem nem ez a célom, hanem az a célom, hogy megnyerjem ezt a futamot, mert látom magam előtt a futamot vezető emberkét, és látom magam előtt azt a tempót is, amit teljesítenem kell. De nyilván nem egyszerű a dolog 110-es AI ellen, nem egyszerű a dolog első szezonban az Alfa Romeo-val, de jól haladtak a fejlesztéseink, jó az autóbeállításunk ezen a pályán, sokszor a rázóköveket talán agresszívabban is tudom támadni, mint a mesterséges intelligencia, ezért mindenképpen tudok egy időt nyerni, kis időt a jobb csapatokhoz képest, Vettel a következő ellenfél. Ez a rázókő mindig nagyon-nagyon trükkös, egészen elcsúszik az autó, hogy leérsz a földre. Szinte nem is mindig éri meg ennyire vágni azt a kanyart, majd látni fogjátok, hogy néhányszor a versenyen azt a kanyart úgy veszem, hogy inkább megkerülöm az egész kóceráját a fenébe, mert rájöttem, hogy időmérőm még ha egyszer-kétszer összejön, az a vágás, és nyersz vele mondjuk fél kötőjel 1/10 másodpercet, ez versenyen egyáltalán nem garancia, de a fish motorunk az mindenképpen segít, meg az, hogy alacsony szárnyalással versenyzünk valószínűleg az AI-hoz képest ezen a hétvégén, ugyanis játszik könnyedséggel, előzöm meg Sebastian Vettelt is a hosszú egyenesben, és végre felléphetek, ha itt intenék le a versenyt, a dobogó legalsó fokára. Charles Leclerc-et üldözöm éppen versenyen, nagyon-nagyon jól muzsikál az autónk, a gumikopásunk is egyelőre tök jó, nem melegszik a motor, megvan a végsebességünk, tényleg kellemesen vezethető ez az Alfa Romeo, szóval nagyon magabiztos vagyok, és megtámadom bizony a Monacóit, minél hamarabb megpróbálom megelőzni őt, ugyanis látjátok, hogy Lewis Hamilton azért már egy másfél-két másodperc is előnyt kovácsolt magának, és természetesen nem szeretném, hogy a brit 6-szoros világbajnok csak úgy elmenjen, és én addig-addig csatázzak
Charles Leclerc-el a második helyért, míg teljesen megvonom magamtól az esélyt a futam győzelemre. Itt a hosszú egyenes, ez a két kanyar padlógáz, itt végig húz magába a szélárnyék hatása, ahogy csökkenti a hátul haladónak a légellenállását. Kinyitom a DRS-t, egy pici overtake-et, rá is nyomok a dologra. 342-ig felgyorsultunk Charles Leclerc mögött, az egyenes végén már inkább visszalassulunk. És az első féktáv ilyenkor mindig nagyon-nagyon trükkös, sokkal nagyobb tempóval érkezünk meg, mint amúgy a szokás, de őt is körbe autóztuk, megvan a második hely, és Lewis Hamilton 1,7 másodpercre van előttem. A hatodik körben vagyunk. Hamiltonra egy minimálisan közeledtem, csak is úristen, de megindul az autó a hosszú egyenesbe, azért elég gyorsan elkezdett elfogyni a hátsó gumi, most úgy is döntök valószínűleg, hogy bemegyek a box utcába, mert ez így már tarthatatlan, amikor ilyen mértékben túl melegszenek a Pirelli keverékei, akkor nagyon-nagyon nehéz őket visszahűteni, szektorokon keresztül másodpercekkel lassabban kéne mennem, hogy ez sikerüljön, de jó is, hogy kijöttem a boxba talán, ugyanis pont ebben a pillanatban jön be a biztonsági autó. Nagyon gyorsan viharzott ki a pitből a safety car, én felrakom a kemény keveréket, ugyanis ezzel végig tervezem menni a futamot is. Hamiltonon előttem lágy keverék van, ami azt jelenti, hogy eleválasztottuk egymást stratégiailag. Ez azt jelenti, hogy nem a pályán fog feltétlenül eldőlni a küzdelem a futam győzelemért, ugyanis Hamiltonnak van egy plusz kiállása, a deltát, hát majdnem túlfutottam rajta, nem annyira figyeltem most arra, de aztán 2 másodperccel a büntetésem megkapása előtt sikerült annyira visszalassítanom, hogy ez ne történjen így, elképesztő agresszivitással melegítem ezeket a kemény keverékeket, ezeknek inkább 90 fok felett van a működési tartományuk, és ugye ezeket a legnehezebb is eljutatni oda, szóval én cikázok egyedül a mezőnyben, mindenki előttünk lágy gumén, ugye Hamilton előtt Ocon meg az előtte haladó versenyzők, mint például Kwiat, meg több középcsapat, a Racing Pointok, akik is ott vannak, ők még nem álltak ki a boxba, azt hiszem Albon vezeti a versenyt, Hamilton, Leclerc, Vettel, Verstappen már meglátogatta a box utcát, az újraindítást remekül kapom el, és bemegyek Hamilton mellé a bensívre is, megint úgy fékezek, hogy be se akartam menni Ocon mellé, de most vele is egymás mellett vagyunk, a lényeg, Hamilton megelőztük, ezzel átvesszük a virtuális vezetést, ha szabad így fogalmazni, a második kanyart egy picit elfékeztem, de megvan Ocon ellen a pozíció, Hamilton is támad, tudja, hogy most van szüksége arra, hogy minél több pozíciót nyerjen, de én bementem a belsőre és kicsit korábban fékeztem, akkor majdnem körbe is autózott emiatt, de mindenképpen a brit pilótát szerettem volna blokkolni egy picit, ugyanis nem szeretném, hogy pozíciókat nyerjen és ki tudja használni az előnyét, a tapadás előnyét a lágy keverékkel, de ez nem lesz egy olyan egyszerű feladat őt mögünk mögött tartani, ugyanis Okont is egy lehetetlen helyen autózza körbe a brit 6-szoros világbajnok, a Mercedes versenyzője, és ez egy fantasztikus manőver volt Hamilton részéről, de lényeg, én még mindig előtte vagyok, és inkább nézek előre, mint hátra, a következő ellenfelem Kwiat, ő előtte Norris, ő előtte meg csapattársam Kimi Räikkönen van, de még egyszer ismétlem önmagam, ők még nem látogatták meg a box utcát. Jeff rám szólt, hogy használhatom nyugodtan az erszet, ugye a safety car alatt visszatöltöttem mindent, de itt nem akarom a kanyargós részen nagyon elnyomni azt, majd az egyenesben szeretném az energiám jelentős részét elhasználni, és a 100%-kal kezdjük meg, mert Kwiat is kap szélárnyékot a következő körökben, még ugye nem, mert safety car újraindítás után vagyunk, ő is kaphat DRS-t, szóval kell ez az energia különbség, hogy mindenképpen meglegyen a manőver. Nyomom az overtake-et, hihetetlen közel vagyok a szélárnyékba, bemegyek mellé a belső ívre, de ő amúgy meg is fogja látogatni a box utcát ugyanúgy, ahogy elől mindenki más is, és ezzel a gyönyörű előzéssel, meg azzal, hogy átmentem a boxolók mellett is, átveszem a vezetést a versenyen. Ami nagyon érdekes az az, hogy Hamilton az egyetlen az élmezőnyből, aki a lágy keveréket rakta föl, ami nagyon-nagyon nagy hiba lehetett a részéről, ugyanis Leclerc, Vettel, Bottas, ő mögöttük Verstappen,
mind közepes keveréken vannak, és ezek mögé fog visszakerülni Hamilton, és azt látjuk, hogy az AI azért nem szokta akár a másikat olyan egyszerűen megelőzni, főleg ha azok bolyban mozognak, és az előhaladók is folyamatosan kapják a DRS-t, meg a szélárnyék jótékony hatását az egyenesben, de egyelőre Hamilton gyorsabb, egyelőre Hamiltonnak nagyobb a tapadása, mint nekem is, meg is akar előzni, mert tudja, hogy legalább egy kiállás ide már az is jobb lenne, ha egy fél kiállásnyi előnyt kiautózna hozzánk képest is, hol megy el a brit pilóta? Körbe autózott engem a pálya legtrükkösebb fékdávján, védtem egy picit a belsívet, védtem egy picit a pálya közepén, nem is emeltem fel a hangom egészen, amíg nem láttam, hogy ez a manőver megvalósul, mert ilyet én még kommentátori és versenyzői karrieremben sem láttam. Elképesztő, milyen tudott Hamiltonot fékezni, és nem mertem agresszívabban kihasználni a pályát, mert ha hozzáérek, úgy megpörögtem volna, mint ahogy Sebastian Vettel szokott. Most mindenki mindent rácsavar az autóra, kívülről megpróbálom körbe autózni a 6-szoros világbajnokot, de még mindig ott tartja mellettem a Mercedes-ét. A következő kanyarban is övi a belsív, de egy picit megdobja a rázókő, majdnem összeérünk, majdnem letörik ez szárnyelem, de Hamilton még mindig ott tartja az autót, de én is hősies küzdök. Senki nem nyithat még mindig DRS-t, annyira egymás mellett voltunk az érzékelési ponton, de én elnyomtam egy csomó overtake energiát, és éppen ezért a féktáv előtt már a Mercedes versenyzője előtt vagyok, és megtartom a pozíciót, de ez egy igazán kemény küzdelem volt. Hamilton újra támad, itt vagyunk a hosszú célegyenesben, benn van a szélárnyékban, nyitja az állítható hátsó szárnyat. Mellettem van, én védem a belsívet. Kicsit később tud fékezni, mint én, mert még mindig nagyobb a tapadás azon a lágy keveréken. Kiterelném, de egy autónyi helyet meg kell neki hagynom, most én vagyok a belsívet. Fordított a helyzet az előző körhöz képest, és az érzékelési ponton én voltam hátrébb, ezért nyithatom a hátsó szárnyat, és jobban gyorsított ki, mint én, de az egyenes második felére, ahogy az ő autójának megnő a végellenállása, elmegyek mellette. Hamilton annyira rám figyelt, hogy megtámadt őt Sebastian Vettel, és most egymás mellett volt egy picit a német négyszeres világbajnokkal. Viszont Vettel meg annyira Hamiltonra figyelt, hogy őt meg megtámadta Charles Leclerc, és egy picit a két Ferrari versenyző volt egymás mellett, de véget ér az akció, és a 13. körben Hamiltonnak elfogytak azok a lágy keverékek, be is jön a box utcába, ez nem volt számára egy hatékony etap, gyakorlatilag a közepes keverékesekkel harcolt, és nem tudta őket lerázni. A két Ferrari harcol egymással, Vettel hiába veszi el a pozícióját, presztízs harc folyik bizony, és két kanyaron keresztül fejfej mellett alad a két vörös autó, Bottas dupla szélárnyékból, harmadiknak megpróbálnak kinézni, de nincsen hely, nem elég széles ez a bakui versenypálya, Leclerc kívül, Vettel belül, és annyira visszalassul a német a belsőben, hogy elmegy mellette a Mercedes finn pilótája is, és két pozíciót veszít két kanyaron belül a német. Hú, micsoda akció a versenyen, az eleje kicsit lagymatagul kezdett, de itt a safety káros újraindítás után bizony azért van mit kommentálni. Hamilton közben felrakta a friss közepes keveréket, egyel lágyabb keveréket, mint amit mi használunk, de ezzel nem jelentősen gyorsabb, főleg úgy, hogy folyamatosan csatáznia kell, ahogy látjátok, az egyik Renault előzte meg a célegyenesben, de akik mellé például így a középső szektorban szorul be, azok mögött rengeteg időt veszít, mert meg kell várni az egyenest újra és újra, és itt vannak az egyenesben, elképesztően hamar támad, ez egy irracionális döntés volt a részéről, már az egyenes felénél ő van előrébb, de természetesen megelőzi a Red Bull pilótáját, Alexander Albon volt az ellenfele, én a 20. körben, a legnagyobb nyugalommal autózok az élen, 5,6 másodperccel vezetek Leclerc előtt, és gyönyörűen fűzöm át az autómat a várrészen, van megfelelő mennyiségű üzemanyagom, van megfelelő mennyiségű erszem, a gumikkal teljesen jól állok, ez egyelőre úgy tűnik, hogy az én verseny hétvégém, de természetesen nem akarok semmit elkiabálni. Nagyon-nagyon szorosak ezek a falak, és óriási tempóval haladunk F1-es autókkal. A 24. körben járunk, 3 körrel a leintés vége előtt is, a második hosszú egyenesben Max Verstappen egy késő mozdulattal megtámadja Lewis Hamilton a belsívről. A holland viszont ezt nem hagyja annyiban, és a külső íven bizony ott tartja a Red Bullját, és a következő kanyar neki kedvez, ezért még megtartja a pozíciót, de ezzel Hamilton támadásának nincsen vége. Itt van a két padlógázas balos, itt előzött meg engem Lewis Hamilton, és ugyanazt megpróbálja megcsinálni Max Verstappen ellen. Elképesztően közel mentek a falakhoz. Verstappen majdnem nekitolta Hamiltont a falnak, nem tudom, hogy
volt ekkora golyója Hamiltonnak, hogy pont a holland ellen merje ezt megcsinálni, de sikerült, és megvan a manőver, és feljött a brit az ötödik helyre, de úgy gondolom, hogy ezzel nem ő a legboldogabb versenyző ezen verseny után, mert az érről rajtolt és nyerhetett volna, de aki nyerni fog, az nem más, mint ez a Daniel Bereznai gyerek, aki itt most itt üvölt, és itt hallod a füledben is, de látod magad előtt a pályán is, ahogy az utolsó alkalommal szel kört ezeken a gyönyörű utcai helyszíneken, gyönyörű utcai kanyarokban. Az utolsó kanyar megvan, innentől már csak állni kell a gázon, és rajong a közönség, mert a virtuális világban bizony még nincsen karantén. Ide nem jutott el a koronavírus, azt nem lehetett csak így feltölteni az internetre. Itt már nem robban le a motor, de ha le is robbanna, már be tudnánk gurulni, és 6,3 másodperccel, míg egyéni leggyorsabb kört futva a verseny végén, megnyerem a bakui nagydíjat, ezzel újabb 25 pontot bezsebelve. Nem véletlen az öröm, és hát nem mi lettünk ettől függetlenül a nap versenyzői, hanem Carlos Sainz teljesített a legjobban a közönség szerint, legalábbis a virtuális közönség szerint, de pont nem érdekel. Engem az érdekel, hogy a főnök, Frederic Vasseur nagyon örül, meg az is érdekelne, hogy lájkoljátok ezt a videót, ha tetszett, írjátok meg véleményeteket kommentben, nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni a figyelmeteket, szeretném megköszönni külön ismét a Playcardnak a támogatásukat, és találkozunk a következő epizódban. Boldog jelenetekkel is majd a baj bajnokság állásával zárom le ezt a videót, de hang van, már elköszönök tőletek, sziasztok!